Na, szép jó reggelt! Üdvözlök mindenkit! Most szeretnék nektek bemutatni egy tulajdonképpen reggelit, de ez egyben egy gyakorlatilag különleges vendégváró szendvics, amit ajánlok nagyon nagy szeretettel nektek elkészítését, amikor vendéget vártok, és hát szeretnétek valami gyorsat, valami különlegeset, amire majd emlékezni fognak, hogy nálatok, ugye a kedves vendégedek, hogy fogyasztott valami olyasmit, amit ugye máskor és máshol nem nagyon lehet. Ezt egyébként egy magyar YouTube videón láttam, és az az érdekessége, hogy a nyári balatoni szezonban ez a kaja volt az, amiből a legtöbbet eladtak. Szóval megpróbálom én is most ezt elkészíteni. Ez lesz a reggelim, egy része, a másikat meghagyom majd, mert ezt el is lehet tenni, és később újra melegíteni. Nos, tehát vajat tettem oda, azt most nem is tudom hova tegyem, egyelőre. A fokhagymára nincs szükségem mindre, mert ez majd egy másik kaja lesz. Tehát tettem ide vajat, fokhagymát, és egy pici kis erős paprikát. Szóval ez az első lépés. Nem állítom meg a kamerát, mert ez egy kis különleges ízhatás lesz és illat, tehát a rozméri, rozmaring. Ezt sem használom fel, mint mondom, mert mást is fogok csinálni később. Csak ezt szeretném mindenképpen ezt a dolgot így megmutatni. Hát, gyerünk, a rozmérit így elvagdosom. Nagyon jó kombináció a rozmaring a fokhagymával. Szóval az mindig jól jön ki. Gyors kaja lesz, és mondom, vendégvárónak vacsorára, főleg ilyen meleg napokon, kicsit ilyen egzotikus is, szóval nagyon, nagyon ajánlatos. Tehát a rozmaringot is, ugye beletesszük ide a már előkészített ugye vaj, fokhagyma, egy kis paprika. Erős paprikát nem muszáj beletenni, elnézést a forgásért. Szóval ez marad itten. Na most, látjátok, mit csinálok? Egy kis citromhéjat így levagdosok. Nem tudom, mennyire látszik majd, mennyire van benne a kamerában. Ja, benne van, jó van. A telefonomon tudom ellenőrizni. Várja, azért még egyszer oda nézek, ide igazítom. Ja, így jó, oké, látszik. Tehát, na, maradj ott. Úgy. És nem kell sok ebből sem. Ezt is így kicsit, ha nem is kicsit, így összevagdosod jó apróra. Lehet reszelni is. Nem reszelgetek. Így ez elég is így, ennyire. Így a citromhéját. És ezzel most vársz egy kicsit. A csirkemell, ugye itt van, ez nem kell mind, ebből más is lesz. Szóval, várjál csak, ide is teszem így. Gyakorlatilag várja mennyi? Hát, legyen két darab. Megsózod, legyen kettő darab ilyen szép, szép csirkemell. Így. Egy kicsit megsóztuk. Ennyi az egész. Egy picit borsozod. Ebből nem kell sok rá. Csak éppen hogy. És ezzel meg is van a tulajdonképpen a fűszerezés. Oké. Ezt oda visszük. Így, és most már itt maradunk. Hagyom végig, hogy lássátok, hogy milyen gyorsan van meg. Tehát itt a
kezemet megmosom. Tehát itt nem pirítunk, hanem már is, ugye, ennyi. És már teszem is bele a húst. Így csak ilyen egyszerűen így rá. Nem túl erős tűzön, ugye, ezt meg fogjuk sütni. És akár a, várjál csak így, és akkor ezt is így elosztom szépen. És ezt már innen el is vehetem egyenlőre, elmosom. Na itt viszont megállítom a kamerát, tehát magyarul megsütöm a húst. Tehát amíg sül a húsom, szép lassan, addig megkerem, előre már pirítottam kenyeret, két szelet. Ez magyar kenyérnek felel meg, sajtkrémmel, ugye, lekenjük. Ami már persze, ugye, ez ki van hűlve ez a kenyér. Tehát meg van pirítva, pirítóba kétszerre be lehet tenni, ugye, mert hosszú. Egyszer egyik felid, utána a másikat. Tehát egyszerű sajtkrém. Gondolom, az kapható sok helyen, ez a... Mi ez? Philadelphiai habosított sajtkrém. Ennyi az egész. Szóval ezt így előre így megkentem. Oké? Okay? Szóval ennyi. Tehát, mint látjátok, megsült a csirkemell. Gyönyörűen megbarnultak a hagyma, paprika, minden, és már ezt tovább nem sütjük, nem égetjük el. Ez szép, ez így már jó. Szóval ennyi. Most ugye ezt innen levesszük, és hát oda kell vigyem az asztalhoz, ezt bekapcsolom. Na, hogy csináljam, várjál. Úgy tudom csak csinálni, hogy hát ezt így, ugye ide rakom egyenlőre egyszer. Ezt pedig hova tegyem ide? Na, műanyag. A műanyag itt van. Itt, így már jó. Oké. Okay. Szóval, ami most jön, az egy... Ugye csináltam volna úgyis, hogy előre felszeletelem, és akkor úgy sütöm meg. De hát így, figyeld. Rányom. És akkor... Szóval, mint mondtam, Balatonon nem sütjük agyon, mert akkor szétesik, mikor szeleteled, de ugye ez látszik, hogy még nem sült át, ez az igazság, megmondom őszintén. Tehát még nincs átsülve, úgyhogy most az annyit csinálok vele, hogy kellett volna még tovább süssem. Felszeletelem így, ezt a kis darabot majd a kutyámnak meghagyom, tehát felszeletelem, és egyelőre hát nincs más, vissza fogom tenni a másikat is. Ugyanezt megcsinálom vele. Nincs türelmem kivárni, hogy átsülje, meg nem akarom kiszárítani, ezért határoztam ezt a lépést. Egyébként is fel kellene szeleteljem, mindenhogyan. Mondjuk, mondom még egyszer, csináltad úgy is, hogy szeletel fel előre, és akkor úgy is tudod átsütni. Ez már majdnem, hogy jó lett. Még lehet, hogy egy két percig csináltam volna, akkor már jó lett volna, de hát már nagyon éhes vagyok, az a helyzet. Nincs türelmem. Na mindegy. Hát most muszáj lesz türelemnek lenni. Hát visszamegyünk. Visszajövünk ide. Hát gyerekek, ilyen van. Úgy, és akkor picit átlőg. Nem kell sok neki, egy pár perc mindössze. Most meg kell várni, míg feléled a platni. Legalább így van időm elrendezni ezeket. Hát elnézést. Szeletelhettem volna előre. Hát csináld úgy, ha gondolod. De így viszont biztos, hogy nem fog szétesni a hogyha túlsütöd, akkor olyan omlóssá válik, ugye, belehúsa, és akkor szét tud forgácsolódni. Hú, már nagyon éhes vagyok.
Ma nem ettem semmit. Képzeljétek el, egész éjjel nem ettem semmit. Meg reggelit sem ettem még. És akkor itt szépen itt elszórakozunk vele. Tehát mondom, ez nagyon jó ilyen vendégvárónak is. Nem tudod, egy pillanat alatt átsül most már. Ugye már majdnem át volt sülve, de hát azért nyersen ne együnk csirke mellett. Nem tanácsos csirkehúst nyersen, hanem arra úgy meg lehet tenni nyersen. A disznóhúst és a egyéb dolgokat azt nem nagyon. Nem szokták. Egyébként a fácán mellehúsát is majdnem úgy csinálják meg, mint a sztéket, hogy nem sütik nagyon, akkor kiszáraz lesz. Hanem majdnem nyersen ették. Láttam egyszer ilyen filmek, meg ilyen vadmadarak, vagy mit tudom én, hogy nem sütik nagyon. Mondom, elvágta a mellehúsát és vérzett. És úgy ették. Szóval... Na kérem, ennyi volt. Hát így most már biztos, hogy jó. Ennyi, 100%. Van, hogy a kicsit a levit kidobja ilyenkor, de semmi probléma. Na, jó van, most már tényleg beállítjuk. És készítjük a meleg szendvicsünket. Oké, akkor visszajövünk ide. Útban van, mert majd mást is fogok főzni. Hol ez a rongy? Mást is fogok későbbiekbe csinálni. Na most, ugye elkezded, ezt megpakolod szépen a... Megy a kamera? Megy, jó van. Megy? Hol van? Megy, jó van. Azt hittem, nem megy. Nem maradjak már le róla. Tehát itt szépen megraktad. Hát ide egy kisebbet a végére. Az egyiket fogom csak megenni én, a másikat elteszem a feleségemnek. De lehet elviszi holnap. De megsütöm azt is. Szóval ezt utána meg lehet még melegíteni. Visszarakod. Egyébként ha pizzát is, ha kihűlt a pizzád, akkor nehogy a mikróba melegítsd meg, hanem tedd vissza a sütőbe. Szóval, hát azt hiszem ez így jó. Na, ez maradt egy kicsit, majd a kutyák is csemegéznek egy picit. Nem mindet kapja meg. Látjátok, eddig meg se kóstolta. Tudom, hogy jó. Én tudom pontosan azt, hogy milyen íze van. Nem először csináltam ilyet. Szépen ezt kiszedjük. És elosszuk rajta. Gusztusos, ugye? Kicsit pikáns, ugye az erős paprika miatt. Feleségemére nem is teszek sokat. Már inkább visszaveszek. Hol van? Ott van még paprika. Nagyon pinnyás rá. Nem szereti. Szóval a gyerek korában az apjáék nagyon fűszeresen főztek. Hát nem volt appelláta, ugye úgy kellett tegyél, ő azt nem szerette. Nem volt mit csinálni, meg kellett egye. Ugye a szigorúság volt. Na, most jön ennek az értelnek a különlegessége, gyerekek, figyeld, mit rakok rá. Almát. Ugye most ilyenkor jön a bizonyos fajta, azt mondja, hogy micsoda, mit raksz rá, almát? Igen, rendes, várjál, még hozzá így rakom, hogy még több menjen rá. Így. Látjátok? Így. Mondom, egy picit meg volt már pirítva a kenyér. Az. Tehát ez inkább majd most ilyen broiler-szerűen lesz megsütve. Tehát rá fölülről kapja majd jobban a hőt, nem alulról.
Ezt az összes almát rátesszük. Csak így egy irányba nézzenek. Lehet variálni. De hát itt a végéről meg így adja, hogy innen jöjjön. Teljesen mindegy, mert nem fog látszani. Így is jó, úgy is jó. Ne legyünk már annyira maximalisták, igaz? Így is jó, úgy is jó. Tessék. Na, most ha még eddig nem volt elég a döbbenetből, akkor ezt most fokozzuk. Fokozzuk a feszültséget, ugyanis most jön egy olyan mozzanat, amitől eldobod az agyadat. Komolyan mondom, mert én is, amikor először láttam, mondom, mit csinálnak ezek? Atya, Úr, Isten, hát mondom, van ennek esze? Fahéjat rak a szendvicsre. A csirkemelles fokhagymás, ugye, szendvicsre, fahéjat. Azt a mindenit. Utána meg még nyom rá citromot is, egy pár cseppet. Hát ezek normálisak? Hát hogy lehet ilyet csinálni? És akkor plusz még, ezt az egészet ugye megtetézi reszelt sajttal. Hát van ezeknek eszük? Gyerekek, van. Ugyanis mondom, Balatonfüreden, nem mondhatom ki ugye annak az étteremnek a nevét, ugye a reklám miatt. Ez volt az az étel, amit a legtöbbet eladtak. És ezt most beteszünk a sütőbe. 400 fokon van, elő van melegítve. Beteszünk a sütőbe, és megsütjük. Tehát amíg sül a meleg szendvicsem gyorsan, ugye, mint mondtam, két kutyánk van, megkínálom őket. Ez a Missy, ez a feleségemnek a kutyája. Hát most már elég öreg kutyák sajnos. Hát úgy néz ki, hogy ízik, mondjuk én a fűszert lemostam róla. Szuszu, gyere ide! Gyere, gyere ide te is, kis kutyám. Ő pedig az én kis kutyám. Na gyere, vedd le. Ő óvatos, először beszimatolja, és majd csak utána már nem fog szimatolni, megkóstolja, lecsekkolja. Na. Azt ha úgy dönt, hogy ízlik neki, akkor utána már szépen folyamatosan szoktak ajánlni. Ő ilyen óvatos. Na gyere! Na, edd meg! Na gyere! Itt van. Jó van, kiskutyám. Látod, most már ilyenkor már ugye eszi. Na azt is tessék megenni, ha már a szőnyegem van. Mert anyátok meglátja, mármint a feleségem, az úgy valakba rúg engem, hogy a hajam az égnek áll, ugye a perzsa szőnyegen itt zabál. Szentség itt. Hát ez jobb is, ha nem látja ezt a videót. Na, hát jó van. Többet nem kaptok, ez csak egy ilyen kis reggeli csemege volt, az kész. Na, jó van. Meg vagyok nyugodva. Jó. Megyek vissza, nem akarom megégjen a szendvics. Gyorsan. Jaj. Nézd. Na kérem, kész van. Kikaptam a sütőbe az utolsó pillanatban. Hát most valamennyire közelítek. De már rájöttem, hogy túl közelre nem nagyon szabad, mert akkor behomályosodik. Tehát azt hiszem ez az a ideális távolság. Így volna jobb filmezzek ebből a távolságból, de hát akkor meg kitörik a derekam. Szóval, na kérem, voilà, készen vagyok. Hát melegen ajánlom, így melegen, hogy mindjárt úgy bevágom az egyiket, csak úgy zörög. Szóval melegen ajánlom az elkészítését, javaslom, és a kipróbálását. Maradok szeretettel, ugye, jó étvágyat hozzá, és sok sikert az elkészítéshez. Szevasztok, bye-bye.